Júniusban újra szabadtérre költöztek a PVSK kosárlabda csapatai, hogy egy igazi fesztivállal búcsúzzanak a 2021-22-es szezontól. A pandémia miatti kényszerszünet után több száz gyerek pattogtatta a labdát a Kossuth téren. Az országos dzsemborin szereplő U12-es lánycsapaton kívül az egész utánpótlás, valamint edzők, játékvezetők és szülők vettek részt a rendezvényen. A sportolók közül többen kosaras családból érkeztek. Mi heten vagyunk testvérek, és négyen kosarazunk. A két bátyám és a húgom, plusz én. Az iskolába kezdtem el kosarazni tesi órán, tesi tanárom segítségével, és nagyon megtetszett így alapból a labdajáték, mert ugye ez egész kosárlabda. A csapattal tavaly serdülő alkorosztályban B-döntőn lettünk 16-ak. Ebben az évben, vagy szezonban a csapattal B-döntőben tizedikek lettünk. Szeretnék Euróligában játszani, valamint egy egyetemi csapatban is majd magasabb szinten. Először fociztam két hetet, aztán megláttam, hogy Misenyben van ilyen utánpótás, vagy ilyen nem kenguru, hanem mi az? Oboda a kosárlabda, és akkor oda elmentem, ott kosaraztam 6 évet, aztán átjöttem ide a PVSK-ba, és már 3 éve itt kosarazom, és fontos nekem a kosár, mert hát apukám is ezt csinálja, és hát viszem tovább. A regionális döntőnek a második helyezete lettünk. Az eseményen a legkisebbek, azaz az iskolai előkészítő csoportok játszották az első mérkőzéseket két pályán, majd az idősebb korosztályok következtek, egészen az U18-asokig. A centerpályán dobópárbajt és bemutató mérkőzéseket rendeztek. Először is azzal kezdeném, hogy ugye 19-ben a PVSK fennállása 100. évfordulóján tudtunk utoljára itt együtt lenni. Két éves kényszerszünet után, így ahogy említetted, nagy örömünkre szolgál az, hogy most itt lehetünk, és bár vannak hiányzóink még így is, az U12-es lánycsapatunk például országos dzsemburin vesz részt, éppen szintén Pécsen, de nagyon örülünk, hogy sokan vagyunk. Én azt gondolom, hogy megtöltöttük a teret, és megtöltjük, és maga az a látvány, hogy itt a gyerekek élvezik a játékot, és a szülők is élvezik azt, hogy a gyerekeket látják, és hogy örömmel sportolnak, ez mindenképpen ezért érdemes csinálni. A szezon azt gondolom, hogy eredményesnek tekinthető több szempontból. A csapat eredményileg kiemelendő mindenképpen az U18 fiúknak az országos 9. helye, amit ugye Pécsen rendeztünk, és kimagasló élmény volt az a torna, de ugyanis ide sorolnám az U16-os lányoknak az országos 10. helyét. És emellett még számos olyan évközi eredményünk volt, amire büszkék vagyunk, valamint válogatottakban szintén tudtunk játékosokat és edzőt is delegálni. Úgyhogy itt a nehézkes évek után abszolút azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk, látjuk, hogy milyen irányba kell még az előkészítős iskolákat terelnünk, de ott is meg kell említenem, hogy a mindegyik partneriskolán kimagasló hozzáállása volt az idei szezonban, tehát azt a segítséget, amit tőlük évközben is kaptunk, azt ezúttal is szeretnénk megköszönni. A fiatalok nyáron sem maradnak sportolási lehetőség nélkül, hiszen a PVSK kosárlabda utánpótlás szakosztálya nyári sportnapközit szervezett 4 turnusban.